A Bábolnai Borbarátok Egyesülete is megtartotta éves közgyűlését. Idén a járványhelyzet miatt a borverseny sajnos elmaradt, de a szőlők jó termést hoztak, kitűnő borokkal gazdagodtak a helyi és környékbeli borászok. A Bábolnai Borbarátok tervekkel teli bizakodással tekintenek a jövőbe, várható rendezvényeikben talán a nagy közönség is megkóstolhatja a fáradozásuk gyümölcsét. Megtartotta éves közgyűlését a Bábolnai Borbarátok Egyesülete, és ugye a tavalyi év az számotokra is kellemetlenségeket okozott, nem tudtatok találkozni, ugye a Covid-járvány titeket is jelentősen érintett, hogy telt ez a tavalyi esztendő, úgyhogy tulajdonképpen személyes találkozásokra, borversenyre nem kerülhetett sor. Így igaz. Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket és a televízió nézőit is. Igen, hát eltelt gyakorlatilag 5 év, illetve ez most már lassan a 6., mert 2015-ben alakult, illetve 15-ben átszerveztük az Egyesületet, új alapszabályt fogadtunk el, és az azt jelentette, hogy 5 éve, tehát 2020. vagy november 28-án letelt a mandátumunk. Akkor kellett volna megtartani a közgyűlést, de a múlt évben ugye nem csak nálunk volt a pandémia járvány, világviszonylatban problémák voltak, sehova nem tudott senki kimenni. A 2020-ban még meg tudtuk tartani a 27. borversenyt, de a következő hónapban ugye zárás történt, és attól kezdve semmiféle rendezvényt nem lehetett tartani. Nagyon rosszul érintett bennünket, mert nem volt kukoricafesztivál, illetve a kukoricafesztiválnak a kísérő rendezvénye a borsátor sem, és az évvégi záró egyesületi összejöveteleket sem, és semmit nem tudtunk gyakorlatilag megtenni. Viszont most, hogy felszabadultunk, így a múlt évnek a hagyományából kifolyólag most megtartottuk az éves rendes közgyűlésünket, ami viszont olyan szempontból egy kicsit rossz dolog, hogy ugye 2020-ba, és akkor ha következő 5 évet nézzük, akkor 25-ig, de most egy évvel megint kitolódik minden, 26-ba fog lejárni csak a mandátumunk, de megválasztottak újra egyesületi elnöknek, amit hát nagy szívesen el is vállaltam, hisz az előző 5 évben akkor azt mondtam, hogy ez egy sorsforduló lesz, és jó lesz, hogyha átgondoljuk azokat a dolgokat, amiket tettünk. És a következő 5 évben pedig hát azt gondolom, hogy még lesz annyi erőnk közösen, hogy tényleg a Borbarát Egyesületnek a nimbuszát csak emelni tudjuk. Járvány ide, járvány oda, szőlő termett. Borok készültek, és annak ellenére, hogy személyes találkozók, rendezvények nem kerülhetett sor, azért gondolom, hogy az egyesület tagjai tudtak eszmét cserélni, megkóstolhattátok egymás borait, képben voltatok nyilván a bortermelés tekintetében. Hát elméletileg igen, tehát úgy találkoztunk, hogy telefonon, e-mailen és ehhez hasonló, tehát gyakorlatban nem tudtuk megkóstolni egymás borait, most a értekezlet alkalmával kóstoltuk meg, és azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt év borai minőségben ugyanolyan jók voltak, mint az előző év. Az időjárás olyan volt, hogy ténylegesen jó borokat kellett csinálni, és sikerültek is jó borokat termelni. Ezeknek az értékelésére viszont majd csak a következő évben, 2022. január-február közepén lesz módunk, mert akkorra tervezzük a következő borversenyt. De akkor már 2 évnek a borát fogjuk minősíteni. Ugye itt is voltak olyanok, hogy voltak 3-4-5 éves borok is, amiket minősítettünk. Itt viszont az elmúlt elmaradást is be fogjuk pótolni. Nyilván komoly feladat lesz. Ugye az utóbbi időben már szakértő zsűri bírálta a borokat. Itt is történt némi változás. A szakértő zsűri elnöke lemondott
idős korára való tekintettel kérte, hogy mentsétek fel. Igen, hát gyakorlatilag az ő mandátuma is ugyanúgy lejárt, mint a miénk, csak most nem akarja meghosszabbítani. Hát nagyon sajnáljuk, hogy Kis Bertalan úr így döntött, de hát megértjük, mert idős korára való tekintettel. De hát azért az élet nem fog megállni azokból az emberekből, azokból a borászokból, akik eddig is ültek a zsűribe, 5-6 tagú zsűri, azokból majd fölkérünk, a közgyűlés meghatározta, hogy járjon el az elnök, meg fogjon tenni ezt, és meg fogjuk találni a megfelelő embert a következő borversenynek a minősítésére. Az élet normál időszakait nézve ti nagyon aktív egyesület vagytok, tulajdonképpen hűen a névhez borbarátok, nem csak borbarátok, de azt hiszem, hogy emberjéleg is közel álltok egymáshoz. Nagyon sokat kirándultok, nagyon sokat beszélgettek, szoktatok pincékbe járni, borokat kóstolni Magyarország területén. Ez ugye elmaradt az elmúlt időszakban, de terveztek-e előre hasonlókat? Igen, ezt tervezünk, és ez mindig anyagi kérdés lesz, tehát attól függ, hogy a bevételeink hogy alakulnak, illetve a tagjaink hogy döntenek, mert előfordulhat, hogy nem csak a bevétel kell, hogy meglegyen, hanem ha olyan helyre akarunk menni, amikor pluszköltség van, akkor a pluszköltséggel is, hogyha hozzájárulnak, akkor ezentúl is fogunk menni. Viszont arról nem fogunk lemondani, hogy a saját termelői borainkat, tehát az egyesületi tagoknak, illetve nem csak a tagoknak, hanem azoknak a borbarátoknak is, akik jönnek a versenyeinkre, tehát nem biztos, hogy tagjai az egyesületnek, de jönnek a versenyeinkre, azoknak a pincéjét is meg fogjuk itt látogatni, mert az igazából nem kerül nagy költségbe, mert itt van a környékben. Tehát a Borbarát Egyesületnek van jövőképe, vannak stabil tagjai, hogyan terveztek a jövőre vonatkozólag? Ugye említetted, hogy várhatóan, ha nem jön közbe semmi, lesz borverseny. Ide milyen borokat vártok? Vannak-e már előrejelzések, hogy milyenek voltak a tavalyi borok? Hát gyakorlatilag, hogy milyenek voltak, azt minősíteni fogjuk, mégpedig a Kukorica Fesztiválon, mert az a Kukorica Fesztivál hál' Istennek nem marad el, illetve megrendezésre kerül, és ebből az egyik nap, a szombati nap a borsátorral itt leszünk, jelen leszünk, és akkor meg tudjuk a nagy közönséggel is kóstoltatni, de ugyanakkor pedig a tagjaink is ott lesznek a sátorba, és akkor már előminősítést tudunk majd csinálni a tagok boraiból is.